Sziasztok! A mai órán meg fogjuk nézni, hogy Athénban és Spártában hogyan is éltek az emberek, milyenek voltak a hétköznapjaik és az ünnepeik, mivel táplálkoztak, hogyan öltözködtek és milyen körülmények között éltek. Gyertek velem! Ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, meg kell néznünk, ugye már megnéztük a görög félszigetet, és megnéztük azt, hogy hogyan alakult ki itt az élet, és milyen is volt a társadalom, de most megnézzük azt, hogy Athénban és Spártában milyen volt az élet. A földrajzi elhelyezkedése, ugye itt láthatjátok a térképen, rózsaszín nyíllal jelöltem nektek Athént, az attikai félszigeten található. Az emberek életmódját mindig a környezetük határozta meg, ugye ezt már megtanultuk egészen az őskortól fogva, de olyan magas hegyláncok borította volt a görög föld, hogy csak néhol volt található termékeny terület. Ezért ezen a tájon csak nagyon kevés gabonát tudtak termelni, erről is beszéltünk már a múlt órán, hogy behozatalra szorultak. Elsősorban szőlőt és olajbogyót termeltek, és a megélhetés másik forrása a füves dombságokon a pásztorkodás volt. A gazdálkodásban és a hadviselésben is előnyös volt a vas elterjedése, szintén említettük már az előző órán, mert ez olcsóbb volt, mint a többi. Ugye beszéltünk arról, hogy a Krisztus előtti 8. század közepétől megszaporodtak a görög történelemről szóló írásos feljegyzések is, beszéltünk a lineáris A, illetve lineáris B írásról is. Ahogyan lassan elterjedt a betűírás, ugye föníciaiak elterjesztették a hangjelölő írást, az írásos hagyomány is egyre több lett, ezért a következő időszakról szóló ismeretek pontosabbak. A 8. századtól az 5. századig tartó időszakot archaikus kornak is nevezzük. Ebben az időben alakultak ki a városállamok, a poliszok, ugye a sajátos hellén államforma. A polisz középpontjában állt a fellegvár, az akropolisz, körülötte a városi települések, és itt éltek a családok. Az előkelő birtokosok, akik már nem maguk művelték a földjeiket, hanem rabszolgákkal műveltették, aztán voltak, akik a közügyek intézését végezték. Mellettük találjuk a kézműveseket, a kereskedőket, mondjuk a hajósokat, betelepült idegeneket is, ezeket majd szépen meg fogjuk nézni egy-egy városállamnál, hogy hogyan alakult. A város uralmi körzetében a földművesek éltek, a poliszokat születési arisztokrácia irányította, ami azt jelentette, hogy ide csak be lehetett születni ezekbe a családokba. A királyság intézménye többségükben megszűnt, illetve ahol fennmaradt, ott a királyokat az arisztokrácia ellenőrizte, tehát a király csak ilyen névleges maradt. Az előkelő nemzetségek hatalmuk igazolása miatt törekedtek a vérségi kötelékek fontosságának fenntartására. Még az is előfordult, hogy isteni erődökről való származást bizonyították be. Egyes családok önállóan gazdálkodtak, tehát a nemzetségek közös földtulajdona erre az időre már egyre jelentéktelenebbé vált. A nemzetségekbe tartozók nem csak saját tulajdonnal rendelkeztek, hanem a polisz közös tulajdonával is. Például voltak közös kiadások, fedezését szolgáló földek és bányák, legelők és kikötők. Gazdasági vezető szerep a mellett, ugye, volt egy gazdasági vezetőszerepük is, de a hadsereg is az ő kezükben volt, tehát ennek az arisztokráciának a kezében. Ők tudták megvásárolni a drága bronz fegyvereket, a lovakat, a lóval kapcsolatos felszereléseket. A nemzetségeken kívüliek nem részesedtek ebben a közös tulajdonban, nem vonatkozott rájuk a nemzetségi szokásjog sem. Ugye a szokásuk az mindig úgy alakul ki, hogy van egy bizonyos szokás, és amit nagyon hosszú ideig már művelnek, illetve megtartanak, abból jogot formálnak, és ezt hívjuk szokásjognak. A poliszok fejlődése kétféle úton haladt.
Az egyik típusban a gazdasági agrár jellegű poliszok fejlődtek, ugye meghatározó volt a mezőgazdaság, ezekben a poliszokban a társadalmi ranglétrán a földbirtokos arisztokrácia állt az élén a hatalomnak, és a királyság megszűnése után az oligarchikus köztársaságok jöttek létre, ahol végig megmaradt a nagy földbirtokkal rendelkező gazdasági és politikai hatalom. De volt egy másik típus is, a kereskedelem és ipar vezető szerepe. Az örökölt földbirtokok mellett megjelentek az ipari és kereskedelmi tevékenységgel szerzett, felhalmozott jövedelmek is, így a születési arisztokráciát háttérbe szorította a meggazdagodott kereskedőkből, iparosokból álló réteg is. A hadseregben pedig előtérbe kerültek a nehéz fegyverzetű gyalogság, a hopliták, az arisztokrata lovassággal szemben. Az első típusra például a Tesszália területe, ahol hopliták harcoltak, a másodikra pedig az aténi területekre jellemző, ahol az arisztokrata lovasság kapott különösebb szerepet. De még egy harmadik típus is van, például Spárta, ahol a társadalmi elit kizárólagos foglalkozása a katonáskodás volt. És még meg kell említenünk egy fontos dolgot, hogy Krisztus előtt 750 körül elindult egy 200 éven át tartó folyamat, amelynek során a görögség a törzs területéről kirajzott, és telepeket, úgynevezett kolóniákat hozott létre a földközi és a Fekete-tenger partvidékén is. Ennek az oka az volt, hogy a görög föld nem volt képes eltartani a megnövekedett lakosságot. Ugye a felesleg, a termény, a földművelő kolóniákba települt ki. A görög poliszok lakossága olyan termékeket állított elő, amiért cserébe megkapta a megélhetéshez szükséges termékeket. Ezeket a kereskedők a kolóniákból behozták, illetve az anyaföldről szintén kiszállították. Gyakran politikai okai is lehettek. Ezeknek a poliszok jelentős részében kemény politikai harcok folytak, és ezért ennek is lett a következménye, ugye, hogy kolóniákat létesítettek. A vesztes fél gyakran vállalta az önkéntes kitelepülést. A gyarmatváros jogilag független volt az anyavárostól, a metropolisztól, bár esetenként előfordult, hogy az alapító megpróbálta ellenőrzése alá vonni az általa alapított telepeket. Szicíliában és Dél-Itáliában hoztak létre ilyen kolóniákat, Messina, Szirakúza, Tarentum, aztán Dél-Francia partok, az Ibér-félszigeten is, aztán a Makedon-Trák tengerparton, aztán a Hellészpontoszon, a Dardanelláknál, aztán a Boszporuszon, az afrikai partokon is megjelentek a görög kolóniák. És nézzük meg Atén társadalmát, hogy hogyan is nézett ki ebben az archaikus korban, tehát még mindig Krisztus előtt a 7.-8. század környékén vagyunk. Az attikai félszigeten a poliszok fejlődése úgy alakult, hogy a földet birtokló születési arisztokrácia mellett egyre nagyobb jelentőséget kapott az iparos és kereskedő réteg, tehát ez az a típus, ami Athénban kialakult. Ez a társadalmi csoport az archaikus korban kezdett törekedni arra, hogy jelentőségéhez méltó helyet kapjon a városállam politikai vezetésében. Iparosok és kereskedők, parasztok együtt alkották a köznépet, azaz a démoszt. A hatalomért vívott harc során elérték a szokások helyett az írásba foglalt törvények meghozatalát, tehát írásban is most már megerősítették ezeket a szokásjogokat. Ilyenek voltak a társadalmi kategóriák helyett már a vagyoni, jövedelmi alapon történő besorolás. Ebben a helyzetben egy-egy élelmes politikus ragadta magához a hatalmat, az így kialakult uralmi formát türannisztnak nevezték, egyeduralmat jelent, ugye egyed uralkodók gyakorolják a hatalmat, ők pedig a türannoszok.
egyes poliszokban tartósan fennmaradt ez a helyzet, máshol viszont a démosz, a nép megdöntötte ezt az intézményt, és helyébe létrehozta saját hatalmi rendszerét, a demokráciát. Ugye a demokrácia szó az a démosz szóból, a nép szóból származik. Nézzük meg először is a királyság korát. Hogyan is történt Attikában, amikor a mükénéi kor vége szakadt, akkor a jónok letelepültek ezen a térségen, ebben a térségben társadalmuk vérségi alapon tagolódott, a legnagyobb egységek az úgynevezett fűlék, azaz törzsek voltak. A mondai hagyomány szerint Athén első királya az isteni származású Kekrops, aki Attikában 12 önálló egységet hozott létre. Templomokat alapított, Pallas athéni tiszteletére 12 település egyesítését Athén vezetésével egy másik mondabeli király, Thészeusz nevéhez fűzték. Az alkotmányban 3 csoportra osztotta Attika lakosságát, tehát az alkotmányban 3 csoport osztották a Attika lakosságát, az eupatridákra, a jó atyáktól származókra, a geogúroszokra, a földművelőkre és a démiurgoszokra, vagyis a mesteremberekre. Az arisztokratikus köztársaság, ugye a 7. század elejéről beszélünk, a királyság intézménye fokozatosan kezd megszűnni, és csökken a királynak a hatásköre. A hadvezér, tehát élére hadvezért választottak, békében az arisztokrácia kormányzott, az arkónnal az élén, ez egy arisztokrata tisztviselő volt. A király ekkor már csak vallási teendők ellátását végezte, később ez az arkón száma nőtt, ugye 3-ra növelték az arkón számát, ugye ők voltak az arkónok, akiknek a hivatali idejüket életfogytiglanról 10 évre korlátozták, tehát maximum 10 évig lehettek arkónok. Az Árész dombi tanács, ami bírói feladatokat látott el. A 7. század folyamán Athénben kiélesedtek a társadalmi csoportok közötti küzdelmek, és megnőtt az iparosok és kereskedők súlya. Ugye a születési arisztokrácia megpróbálta megszerezni a parasztok birtokában lévő földeket, és folyamatban fontos szerepet játszott egyébként a vertpénz megjelenése is, és nem csak a föld jelentette ám a vagyont. A pénz megjelenése fokozta a kisbirtokos parasztok eladósodását is. A kisebb birtokosok akkor juthattak pénzhez, hogyha földjüket elzálogosították. A magas kamatok miatt egyre többen veszítették el a megélhetési lehetőségüket, és elsősorban ugye ők adósodtak el, vagy napszámosokká váltak, vagy pedig hát ilyen úgynevezett hatodosok. Hívták őket, tehát annyira eladósodtak. A termény hatodáért művelték az előkelők birtokait. De volt olyan is nagyon sok közülük, akik adósrabszolgává is vált, hogyha a kölcsönt saját személyükre vették fel. A létükben fenyegetett parasztok érthetően szembefordultak ugye az előkelő réteggel, szövetséges találtak az iparosokban és a kereskedőkben, akik ugye a gyarmatosítások miatt, mint már említettük, meggazdagodtak, és ugye ezek a harcok, ezek mind ugye az anyagiak miatt robbantak ki. Ennek a harcnak az első állomása volt, hogy megszüntették a nemzetiségi szokásjogon alapuló bíráskodást, és megjelentek az írásba foglalt törvények. Az első írásos törvényeket Athénben Drakón Arkón hozta, Krisztus előtt 621-ben, tehát ez egy jelentős dátum náluk, aki a politikai jogokat és kötelességeket nem származáshoz, meghatározott nagyságú vagyonhoz kötötte. A halálbüntetést szabtak ki
a legkisebb bűnökre is, nagyon szigorúak voltak a drakón harkonnak a törvényei, megszűnt viszont a vérbosszú. Tehát ez a szemet szemért fogad fogért, amit említettünk Mezopotámiánál és a sumereknél, a tálió elv. A bűnök megtorlásának joga a polisz közösségének a kezébe ment át. És Krisztus előtt 594-hez következő dátumunk köthető Szólón Arkónnak a reformja, aki az adós rabszolgaság problémáját oldotta meg. Az első intézkedése volt, hogy eltörölte az adósságokat, és ezt nevezték teherlerázásnak, tehát Szólón Arkón eltörölte az adós rabszolgaságot, tehát jövedelme szerint osztotta kategóriába a lakosságot. Timokratikus köztársaságnak, amikor vagyoni kategóriák helyett jövedelem szerint osztotta be a kategóriákat, a társadalom első csoportjába tartoztak azok, akiknek évi 500 mérő búza jövedelmük volt. A második csoportba foglaltak helyet a 300 és 500 között jövedelemmel rendelkezők, ők voltak a lovagok, és voltak olyanok is a harmadik csoportba, akik ilyen ökörfogatosok voltak, akik 200 és 300 mérő közötti jövedelemmel rendelkeztek. A negyedikben a 200 mérő alattiak, a napszámosok, úgyhogy tészek, napszámosok voltak. Ez a beosztás adta az adófizetés alapját, eszerint teljesítették a katonai szolgálatot. Az első két osztály tagjai a lovasok, a harmadiké pedig a nehéz fegyverzetű gyalogosok voltak, ugye ők voltak a hopliták, a nehéz fegyverzetű gyalogosok. A negyedik pedig ugye a hajók legénységét adta. Tehát akkor elmondhatjuk a társadalmáról, hogy voltak a teljes jogú szabadok, katonák és családjog, ők a közügyekbe is beleszólhattak, és voltak az úgynevezett körüllakók, a szabadok, akik nem szólhattak bele az állam ügyeibe, ugye már tárgyaltuk is, hogy miért. És most nézzük meg a lakóházaikat, az étkezést, az életmódot, hogy hogyan is éltek az aténiak. Volt egy időszak, amikor úgy hívjuk, hogy Türanész időszaka, az a Krisztus előtti 560 és 510 közötti időszak, amikor Szólón Arkón távozott, zavaros helyzet alakult ki, és három párt küzdelme beindította ezeket a harcokat. A tengerpartiak voltak azok az iparosok és kereskedők, akik Szólón berendezkedéseit akarták fenntartani, és voltak azok, akik pedig földosztást akartak. Peisistratosnak hívták, ő szerezte meg magának az egyeduralmat. Cselhez folyamodott, és önmagát megsebezte, majd a népgyűléshez fordult, és arra hivatkozott, hogy ellenségei az életére törtek, és kérte, hogy engedélyezzenek számára testőrsége. A népgyűlés 50 buzogányos szavazott meg neki, és Krisztus előtt 560-ban ezeknek a buzogányosoknak a segítségével elfoglalta az Akropoliszt, és magához ragadta a hatalmat. Tehát puccsal, csellel ragadta magához a hatalmat, és a Türannisz 527-ig állt fent, az ő haláláig tartott, ugye ez az egyeduralom. Halála után fiai, akiket úgy hívtak, hogy Hippiasz és Hipparkosz, és 510-ben elűzték a Türanniszt, megszüntették ezt a rendszert. És utána jött Kleisztenész reformja, ez Krisztus előtt 508-ra tehető. Kleisztenész reformjával tovább vitte az aténi államot. Úgy nézett ki, hogy volt az arkónok tanácsa, ugye ők álltak legfelül. Aztán volt egy 500 tagból álló tanács, aki segítette az arkón uralkodását, és egy 6000 fős esküdbíróság. Ugye a területi felosztás elvét alkalmazta, 10 fülét, ilyen körzetet szervezett, és egy-egy ilyen körzetbe 3 egymással össze nem függő
rész tartozott, egy tengerparti rész, egy városi rész, belső területi rész. Így minden fülébe, többségbe került az iparos kereskedő réteg, amely a tengerparton és a városokban élt, vagyis a belső területeken érő arisztokráciával szemben. Valószínűleg Kleisztenész vezette be a cserépszavazást is, ugye úgy is hívjuk, hogy osztrakizmus. Ez szerint évente megkérdezték a népet, hogy nincs-e olyan politikus, aki türraniszra törve, azaz egyeduralomra törve. Ezen a népgyűlésen legalább 6000 polgárnak kellett részt venni. Kiosztották a cserépdarabokat, és mindenki rákarcolta az általa gyanúsnak tartott személy nevét, és akire a legtöbben szavaztak, 10 évre el kellett hagynia Athént. Vagyonát azonban megtarthatta. A városállam történetében talán ennek következtében rendkívül ritka volt a politikai gyilkosság. Végül ugye Kleisztenész átszervezte a füléket, egy-egy stratégoszt választottak, akik a korábbi katonai vezetővel együtt alkották az athéni hadsereg főparancsnoki testületét. Az állam legfontosabb hatalmi szerve ekkor már egyértelműen a népgyűlés volt. Egyébként az athéni iparosok közül leghíresebbek voltak a fazekasok, nagyon híresek voltak ezek a vázák, és népszerűek voltak. Finom anyaguk, szabályos formáik miatt nagyon szerették őket, szép képekkel díszítették, kecses, felül szélesebb, alul keskenyedő felületekkel ellátott, égetett agyagedények voltak, ezeket amfóráknak is hívják. Az athéni kőfaragók főleg nagy építkezéseken dolgoztak, munkáikat, például faragott oszlopokat ma is megcsodálhatjuk. Nézzük meg, hogy hogyan is étkeztek Athénban. Miket ettek? Általában az udvarban főztek, a lakóházak udvaraiban. Az athéniak rengeteg babot, borsót, lencsét ettek, és ezen kívül mindenféle zöldséget is. Nagyon sok hal került az asztalra, sült hal, céklával, répával körítve. Kenyérfélét ritkán fogyasztottak, hiszen nagyon kevés volt a gabona, ugye a görög földön. A görögök általában háromszor étkeztek egy nap, a főétkezés a meleg éghajlat miatt inkább a vacsora volt. Kényelmes házakban éltek, gyakran rendeztek lakomákat. A vendégek megérkezésük után levették a saruikat. A saru, gyerekek, az ilyen bőr, talpú, szíjjal felcsatolható lábbeli volt. Kezet mostak, majd elhelyezkedtek a heverőkön. A férfiak általában egy párnára támaszkodva feküdtek, a fiúk pedig álltak. A lakomákat többnyire tengeri állatokból készítették el. Ez volt az előétel. Halak, osztrigákból, rákok, polcsikákból álltak ezek. A hozzávalókat maga a házigazda válogatta össze még reggel a piacon. Ez az étel ma is kedvelt fogás egyébként a tengerparti településeken. Ez az a bizonyos tengergyümölcse, amit mi úgy szoktunk hívni. Az evéshez evőeszköz nem használtak, mindent kézzel ettek. A leveseket is kis, zsemleszerű péksütemény héjával merték ki a tányérból. Az étkezés után többnyire bort ittak, amit vízzel hígítottak, hogy ne ártson meg olyan hamar. A lakoma asztal mellett jól esett a beszélgetés, és előfordult, verseket szavaltak, vagy hangszeres zenével szórakoztatták magukat. A lakóházak napon szárított vályokból épültek, néhány szobából álltak, a külső falakra csak egy-két kicsi ablakot vágtak, azért, hogy a görögországi gyakori nagy nyári hőség ellen védekezzenek. A szobák az árnyos belső udvarra nyíltak, a világítást is innen kapták ezek a lakóházak. És ugye itt láthatjuk a lakóházaknak a keresztmetszetét, lapos tetős, ugye tipikusan ez a mediterrán éghajlati jellemző építkezése,
és itt láthatjuk jobb oldalon, hogy ilyen árkádos, oszlopos belső udvar, ahol az étkezéseket tervezték, ugye itt főztek és itt étkeztek, és nézzétek meg, milyen pici kis ablakok találhatók, hogy minél kevesebb fény jusson be, és minél később melegedjenek fel ezek a lakóházak. Ugye nagy tágas udvar, nagy tágas terek jellemezték. A kőépületek egyébként itt vagy három lépcsőre osztott teraszt húztak fel, teraszra húztak fel falakat. Megnőtt az oszlopok szerepe, tehát az oszloprendek, volt az oszlopfő. Ugye a legegyszerűbb és legkorábbiak voltak a dór oszlopok, díszesebbek és kecsesebbek a jón oszlopok. A festészet az ókorban mindenütt díszítő művészet volt, önálló művészeti ágat nem jelentett még, hanem vázákra, falakra díszítettek. A fekete alakos váza volt a nagyon-nagyon ismert. Az edény legszélesebb sávjában az agyagszínű háttérre feketével festették fel az alakokat. Az archaikus kor végén új eljárással készültek a vázák, ekkor az egész edényt feketére festették, és az alakok maradtak meg vöröses színben. Ez volt a vörös alakos vázafestés. A görög kultúrát említjük, elengedhetetlen, hogy a filozófiáról beszéljünk. Ebben a korban született meg a sajátosan görög tudomány, a bölcsesség szeretete, azaz a filozófia. És nézzük meg, mit is tudhatunk az irodalomról, ugye nagyon szerették a színházakat. A homéroszi eposzok az archaikus korban az egész görögség szellemi kincsévé váltak. Homérosznak tulajdonították a himnuszokat, amelyek egyes istenek tiszteletére íródtak, de megszületett Homérosz paródiája is, a Béka-egér harc, amelyben az eposzok hőseit vitéz békák és hős egerek helyettesítették. Hésziodosz volt az első görög költő, aki műveiben saját életét is bemutatta. Az archaikus korban született meg a líra műfaja is. A lírai költészet azonban idővel eltávozott ezektől a témáktól. Ugye a lírai költészetben legnagyobb képviselők Lesbos szigetén éltek, Alkaiosz és Szaffó költők voltak, műveikből kevés maradt fenn, hatásuk azonban tanítványaikban és követőikben tovább élt. Legjelentősebb képviselőik Szimónidész, Pindarosz. Állítólag Nagy Sándor tébai elfoglalásakor egyedül azt a házat nem rombolta le, amelyben Pindarosz született. Aztán, ha már a görög filozófiát említettük, ugye ami bölcsesség szeretetet jelent, a gondolkodás törvényszerűségeit keresték. Ugye a keletkezés és elmúlás, a lét problémája fogalmazódott meg ezekben, de voltak ugye a világ és az ember keletkezésének, létének problémájával foglalkozó mítoszok az ősöktől hagyományozott, az ő tekintélyükkel megerősített történetek, amelyek a világ és az istenek keletkezésére, az élet hiába valóságára, a rossz és a bűn eredetére, a halál utáni élet problémájára keresték a magyarázatot. A mítoszok a világ és az élet nagy kérdéseit ugye az istenekkel értelmezték. A görög filozófia akkor keletkezett, amikor a mítoszok addig mindenki által elfogadott megoldásait először vonták kétségbe. A filozófiát a mítosztól a kétkedés, az érvelés és a bizonyítás különbözteti meg elsősorban. Tehát bizonyítékokat kerestek, és kétkedés találhatunk benne. A görög bölcseket egyik központi gondolata okos beszéd, a logosz jellemzett. Mesterei voltak szónoklattannak, a retorikának. Görög földön született meg a párbeszéd is, azaz, amit úgy ismerünk ma, hogy dialógus. Valamint az érvelés vitája a dialektika. A világos beszéd elemzéséből keletkezett, a
következetes gondolkodás elmélete, a logika. A logosz mellett a másik jelentős elem, a kép, az alak, az eidosz. A kettő szoros egységet alkotott a görög filozófiában, a kép kifejeződött a szóban, a szó pedig megjelent a képben. A milétoszi iskolát, tehát a görög iskolát, a milétoszi iskolát Thalész alapította meg, ugye ez Krisztus előtt 624 és 546 között élt Thalészről beszélünk. A víz tehát minden létezés eredete, az úgynevezett ős elv. Szerinte minden dolognak van lelke, ami élteti. Ezt a mágnes vonzó elejével támasztotta alá. Az ő tanítványai voltak Anaximandrosz. A milétoszi iskola utolsó nagy képviselője Anaximenész volt, aki a levegőt tartotta ős elvnek. A dolgokat a levegő sűrűsödése és ritkulása hozza létre szerinte. A ritkult levegőből lesz a tűz, a sűrűből a szél, majd felhő, és még nagyobb sűrűsödés útján a víz, majd a föld, majd a kő. Minden egyéb pedig ezekből létesül. És a görög félszigeten található másik nagy városállamunk Spárta. Nézzük meg Spártát ebben az archaikus korban, amit ugye már említettünk, hogy ez a Krisztus előtti 8. század. A Peloponészosz legjelentősebb állomát, Spártát a félszigetre beözönlő dórok hozták létre. Eurotász völgyében 5 község egyesüléséből jött létre, majd fennhatósága alá kényszerítette a körülötte lévő településeket is, és megteremtve így a Lakedaimon, más néven Lakónia államát. A leigázott őslakókat szolgasorba kényszerítették, és ők voltak a helóták. Spárta körüli hegyekbe letelepült nem teljes jogú dórok, pedig a körüllakók, vagyis a perioikoszok. A Krisztus előtti 8. században folytatták ugye a terjeszkedést, és elfoglalták a nyugati szomszéd tartományt Messénát is. Lakóiból szintén helóták lettek. Az őslakosság aránya, ugye voltak a teljes jogú spártaiak, aztán voltak a perioikoszok és a helóták. A spártai vezető réteg teljes mértékben ugye katonai és fő foglalkozás, emiatt a katonáskodás lett. Volt a spártaiaknak egy legendás királyuk, úgy hívták, hogy Lükurgosz király. Egyáltalán élte, vagy csak a hagyományban létezik, ezt nem tudjuk. A spártaiak rabszolga helyzetű helótákat nem teljes jogú féken tudták tartani, és szükséges volt, hogy minden spártai férfi katona legyen. Egész életüket gyakorlatozással, felkészüléssel a harcnak szentelték, és életük fenntartására semmiféle munkát nem tudtak végezni. Ellátásukról természetesen a rabszolgák gondoskodtak. E célt szolgálták az államilag fenntartott földek. Elsősorban ezeket nem lehetett elajándékozni, elidegeníteni, felosztani. Apáról az első szülött fiúra szállt. A többi fiúgyermek az állami tartalékföldekből kapott megfelelő részt. Egyenlő földek voltak, vagyoni különbség nem volt, ezt igyekeztek meggátolni, a hasznot hajtó mesterségeket is tiltották, a fényűzést is tiltották, a kereskedést is, amely egyébként nem is volt valutájuk, ugye nem is volt csak vaspénzük, ugye, aminek nem volt értéke, kizárta a spártaiak közötti versengést. A katonáskodás, egyenlőség és egyszerűség volt a jellemző rájuk. Na most milyen is volt a spártai életmód? A spárta államrendszere úgy nézett ki, hogy érén a két király,
az öt felügyelő az állam tényleges irányítója, és a 28 tagú vének tanácsa segítette ezt a népgyűlésen. A teljes jogú szabadokról már beszéltünk, ugye ők a népgyűlés ügyeinek a megszavazásában vettek részt. A teljes jogú szabadok voltak, és a helóták voltak az őslakók, akiket a spártaiak leigáztak. A körüllakók voltak azok a szabadok, akik adót fizettek, a spártai királynak is vidéken éltek, nem a nagyvárosokban. Ugye a spártai államszervezet minden 30 év feletti spártai férfi tagja volt ennek a népgyűlésnek, és ezt a népgyűlést úgy is hívták, hogy apella. Az apella havonta ült össze, feladata volt a tisztviselők által előterjesztett javaslatok megszavazása, itt választották a tisztviselőket, itt döntöttek háború és béke kérdésében, törvényeket hoztak, illetve módosítottak törvényeket. A szavazás közfelkiáltással történt, és a leghangosabb helyesléssel fogadott javaslatokat tekintették elfogadottnak. A látszólag széles jogkört több irányból is korlátoztak. Egyrészt ugye volt az apella, nem kezdeményezhetett, tehát az apella nem kezdeményezhetett, tagjai nem szólalhattak fel, a tisztviselők meghatározott köre érvénytelenítette az itt született határozatokat. Az apella nevéből ered az appellálni, vagyis nincs appellát a kifejezésünk, amit ma is használhatunk. Spártában ugye két király volt, akik ugye Héraklész leszármazottai voltak, annak tartották őket, békében főpapi feladatokat láttak el, emellett kisebb jelentőségű bírói és közigazgatási ügyeket is. Ilyenek voltak az örökösödés, örökbefogadás, közutak felügyelete, stb. Háború idején egyikük vezette a hadsereget, kiváltságos helyzetüket az állami ellátás, a királyi parcellák és a hadizsákmány biztosította. Aztán a vének tanácsa volt a gerúzia, ugye ez volt a 28 tagú vagy 30 tagú vének tanácsa. A két királyból és az apella által választott 28 gerómból, azaz vénből állt. Ugye 28 tagú volt a vének tanácsa, plusz a két király, tehát így volt összesen 30. És ugye a 60 évüket betöltött férfiakból állt. Spártaiakból természetesen. A feladatuk az volt, hogy büntetőbíráskodásban vegyenek részt az apella elé terjesztendő javaslatok előkészítése is volt a feladatuk. A felügyelők voltak az eforoszok, ők öten voltak, és az apella évente választotta őket a 30 év feletti férfiak közül. És most nézzük meg, milyen is volt ez a spártai nevelés, amit ugye egyikőtök se gondol úgy, hogy ez ma nagyon jó lenne a gyerekek számára. A spártai életmód fenntartását kívánta szolgálni az úgynevezett agógé, amin általában csak a spártai nevelést szokták érteni. Egy mesterségesen kialakított életmód volt ez az agógé, ami a spártaiak életét, ugye születésüktől a haláluk pillanatáig meghatározta. A törzs vénei döntötték el az újszülöttek sorsát. Ha egészségesnek találták, 7 éves korukig a családban maradhattak, ha betegnek találták, vagy testi hibásnak, akkor kitették a Taygetos hegységbe, nem letaszították, ugye, ami többnyire már elterjedt, hanem csak kitették és magukra hagyták, de hát tudjuk azt, hogy előbb-utóbb elpusztul az a csecsemő, akit magára hagynak. 7 éves korúak nevelését az állam kezébe vette, és legfontosabb tevékenység a testedzés volt. A fiúkat ezen kívül tanították írni, olvasni, szellemi nevelés a Homérosz eposzain belül történt, és például a lányokat táncolni és énekelni is tanították. Tűrniük kellett a fiúknak a nélkülözést, a fájdalmakat, enni nagyon keveset kaptak,
lopással segíthettek magukon, de hogyha rajta kapták őket, akkor súlyos büntetést kaptak. Évente egy felső ruhát kaptak, mezítláb jártak, takaró nélkül aludtak. Minden évben egyszer véresre korbácsolták őket. Artemis oltára előtt, és aki a legrendületlenebbül viselte a megpróbáltatást, az nyilvános dicséretet kapott. A nevelésnek fontos része volt a versenyek rendszere, amivel a féktelen győzni akarást igyekeztek kialakítani a gyermekekben. A családi kötődéseknek semmi szerepe nem lehetett. Ha a fiú elérte a felnőttkort, különböző szertartások keretében férfivá avatták, ezek között a legfélelmetesebb a rejtőzködés volt, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy kriptelja. Az avatandók kivonultak az erdőkbe, ahol elrejtőztek, majd éjszaka előjöttek rejtekhelyükből, és az útjukba akadó helótákat megölték. Az erkölcsi alapot ehhez, a barbár próbatételhez a helótáknak évente külön hivatalos hadüzenet adta. A 20-as, 30-as év körüli spártai férfiak a hadsereg tagjai lettek, és életük ugye a laktanyákban folyt tovább, ott aludtak és ott étkeztek közösen. Ha megnősültek, feleségüket csak ritkán lopva látogathatták meg. 30 és 60 év között már otthon lakhattak, de a közös étkezések megmaradtak. Ugyanekkor kapcsolódtak be a politikai életbe is, és választhattak is, és választhatók is lettek. A katonai kötelezettségük 60 éves korig szólt. Legfontosabb feladata a spártai fiúnak, hogy jó katona legyen. A női az, hogy a katona életre való egészséges fiúkat szüljön. A hagyomány szerint a spártai anya, hogyha harcba indult a fiának, e szavakkal búcsúzott el. Ezzel vagy ezen, ez azt jelentette, hogy vagy ezzel térjen vissza, vagy pedig ezen hozzák vissza. Ugye, hát általában akkor már nem élt. Ez az életmód biztosította, hogy a spártaiak csak az állam által létrehozott közösségekhez kötődjönek, külfölddel való kapcsolattartást megakadályozták, a vaspénz volt forgalomban, ami ugye értéktelennek számított, tehát ezzel lehetővé tették, hogy ne kereskedjenek. Csak írásos engedéllyel mehettek külföldre. A lakosság túlnyomó többsége helóták, azaz a rabszolgák tették ki, ők művelték a földet, és a felét be kellett szolgáltatniuk. Szükség esetén kisegítő katonai szolgálatra is kötelezhették a rabszolgákat. Kedves hallgatóim, kedves gyerekek, ez lett volna a mai történelem óra. Megismerkedtünk Athénnal, Spártával, földrajzi elhelyezkedésüket, megnéztük az életmódjukat, az államszervezetüket, felépítésüket, kultúrájukat, és a következő órán pedig majd tovább fogunk menni, megnézzük a görög-perzsa háborúkat is. Tartsatok akkor is velem! Köszönöm szépen a figyelmet, jó felkészülést kívánok nektek! Sziasztok!